Ilyen volt korábban a Sóstó gyógyfürdői tófürdő. 2019 nyarától viszont már így néz ki a kedvelt strand. Ennek felújítása volt az üzemeltető Sóstó gyógyfürdők ZRT legnagyobb beruházása az elmúlt évben. A több hónapon át tartó fejlesztés 220 millió forint uniós támogatásból és mintegy 30 millió forint önerőből valósult meg. Azokat az elemeket, amelyeket egyébként használt a lakosság, szerettek, ezeket a korszínvonalára emeltük, hiszen azt gondolom az öltözőnek a kialakítása, a mosdók, az ukanyzók, az az alapvető fürdő szolgáltatási infrastruktúra, ami korszínvonalnak már nem volt megfelelő, elavult volt. Ehhez nyújtunk hozzá, nyilván a közlekedési kapcsolatait is, rendszerét a tófürdőnek kezeltük, rendeztük. Emellett azt gondolom, hogy a csúszda, az 1986-os csúszdát cseréltük le, nyilvánvalóan az már az idő vasfoga megrágta is. A termálmedencének a kialakítását, hűlőpadot helyeztünk el benne. Emellett ingyenes wifi elérést is lehetővé tettek a tófürdő területén. A fejlesztés hatása a vendégek számában is megmutatkozott. A szokásosnál későbbi június közepi nyitás ellenére az előző évinél 15 ezerrel több, közel 50 ezer fürdőzőt fogadtak, miközben volt olyan hónap a nyáron, amelyre az időjárás súlyosan rányomta a bélyegét. Összességében egyébként a 2019-es nyári szezon, hogyha egy kicsit visszatekintek, alapvetően nem a fürdőzőknek volt az első számú, legalkalmasabb fürdőzése szolgált. A július nézem például, kifejezetten elsős júliusunk volt. Egy erős június után egy átlagos augusztus és egy rossz júliusi látogató számmal. A tavalyi bázist meg tudtuk haladni, egy-kilenc hónapban 460 ezer a vendégszámunk összességében az öt fürdőben. Nem csak a tófürdőt, a fürdőházat is felújították 2019-ben. Ennek munkálatait szeptemberre fejezték be. Noha az üzleti terben rögzített látogatószámot itt nem tudták elérni, tavalyhoz képest több vendéget fogadtak a létesítményben. Az üzemeltető bízik abban, hogy az ősszel megnyílt és a Sóstó gyógyfürdő kisebbségi tulajdonában álló négy csillagos szálloda még több vendéget hoz a jövőben a közeli fürdőkbe. Reményeik szerint az itt megszállók 30-50%-a a strandokat is felkeresi pihenése során.